Hello guys, ez itt a Gaming is Fun, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon régen volt stream, még a berlini major előtt. Most amikor átírtam a címet, láttam, hogy arról írom át, hogy megyünk a berlini majorre. Hát most jövünk a berlini majorről valamilyen szinten, igaz, hogy azért már vagy két hete, hogy volt ez, ha jól számolom. De arról is lehet, hogy fogunk beszélni, illetve akár kicsit magánéleti dolgokról, de az első és legfontosabb téma az lesz ebben a streamben, és egyébként fel fog kerülni a VOD YouTube-ra, mint info videó, hogy jön a Gaming is Fun-ra egy újabb LAN. A GIFLAN 2 tulajdonképpen nem ez lesz a neve, hogy GIFLAN 2 a jelenlegi tervek szerint, viszont egy olyan LAN lesz, ami a Gaming is Fun-on lesz közvetítve, és a szervezésében segítkezek, a rendezését pedig abszolút én csinálom, illetve a stábot félig meddig én rakom össze, sőt annyira nem is félig meddig, hanem teljesen, és tulajdonképpen én leszek az, aki reklámozza a Magyar R6 közösségben. Tehát mondhatjuk azt, hogy papíron nem GIFLAN 2, de aki a GIFLAN 2-re várt, annak ez lesz a GIFLAN 2, tehát hogy a neve lehet nem ez, de tematikában, lényegében, mindenféle viszonylatban ez a GIFLAN 2. Egyébként a hivatalos neve az Samsung Gamer Nights 4, ez a Gamerlandben, tehát ez tulajdonképpen az nem csak egy R6 rendezvény, az egy olyan rendezvény, ahol van sok játék, meg tombola, meg tehát tényleg utána lehet nézni egyébként a Facebook eseményen, hogy mennyi minden van egy ilyen Gamer Night-on. Viszont van egy R6 verseny része, ami a legkomolyabb része egyelőre, én úgy látom, nem mint hogyha a Mortal Kombattal, a Tekennel vagy a Wild Rift-tel gond lenne, tehát azok is teljes értékű játékok abszolút, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb érdeklődés akár nevezési szinten, akár pedig közönség szinten, az az R6 kapcsán lesz. Egyébként a Tekent azt Marky Jesus fogja promózni, illetve gondolom közreműködni. Ő egyébként is a Gamerland-nél dolgozik, hogyha jól tudom, illetve a LOL-nál pedig Pierce, vagy hát Pierce the Heaven. De mostanában csak a Pierce-t használja, azt hiszem. Legalábbis úgy vettem észre, hogy már a The Heaven-t azt nem nagyon szokta. Mindegy, zárójel bezárva. Úgyhogy ennek az egésznek az R6-os részéről fogunk beszélni. Megbeszéljük azt, hogy milyen lebonyolítási rendszer, kik jelentkezhetnek, mikor lesz, azt meg fogjuk beszélni esetleg, hogy mondjuk aki akar jönni nézőnek, az mire számítson, és ilyenek, úgyhogy, de közben nyugodtan lehet kérdezni, örülök, hogy már itt vagytok elég sokan, Tyborg, VFVP, Alex, Lantus, XXI, Steiger, ugye a régi kuncsaftok, ahogyan szoktam mondani, itt van Marci, Gabóca, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, Ákos, aki még pénzt is kidob a streamre, köszi Ákos, nagyon rendes tőled, heó-heó és cilinderemelés neked, 29. hónap, egymást követő, azért az elég kemény, hogy ilyen évi 3 stream van mostanában, és emberünk az előfizet továbbra is, de hát ha jól megy, akkor jól megy, érted? Háborús infláció az a Gaming is Fun szubokra nem hat. Milyen jó objektíved van, igen, tehát abszolút, tudod, új kamera, és akkor ilyen a fókusz rajta. De egyébként így, hogy ilyen kicsiben van, most megnézem, hogy ez pontosan hogy néz ki fullscreenben. Hát elmegy ez a kis background kitakarás. Ez Skype-os egyébként, ez a kitakarás. A Google Meet-es szerintem messze a legjobb az összes ilyen kitakaros cucc közül. Még szerintem az Nvidia Broadcast-nál is jobb, viszont az Nvidia Broadcast az csak RTX-es kártyákon elérhető, tudtammal, úgyhogy ez nekem nem játszik. És akkor még van ilyen, hogy Zoom, meg Google Meet, meg Skype. Zoomot sose használtam, úgyhogy gondoltam, nem most lesz ennek az első napja. A Skype
Skype-ot ismerem, hogy hogy működik, meg NDI-jal be lehet vinni az OBS-be. A Google Meet-et azt nem, azt screen capture-rel vagy ablak capture-rel lehetne berakni a streambe. Próbáltam, nem sikerült, úgyhogy ennyi. De arra elmegy, hogy tudod, beszéljek, és akkor én csak igazából azért blörröltem ki a hátteret, nincs semmi izé, 40 centis anál dildó meg ilyenek, csak nem tudom, most rám jött ez, mert a múltkor tökre megtetszett. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele, először a LAN-ról, utána majd beszélünk Majorről, meg akár személyesebb dolgokról. Látom, hogy kérdeztétek, milyen volt a Major, mindenképpen beszélünk erről. Falcon, ha tudnád, hogy hányan kérdezték ezt a mémet, hogy Merida Dual Trust, igen, ez pontosan az Robin, igen. Igen, igen, az az a bicikli, szó szerint. Hodi, Bondedi, Kaster kollégák, Zsófi, mindenki kérdezte már. De ez nem negatívumként mondom, csak hogy automatikusan megjelenik a képernyőmön, vagy a headsetemben ez a kérdés, hogyha webkamerán szereplek. Jó, akkor... beszéljünk arról, hogy mi ez a LAN, és hogy kell elképzelni. Ez a LAN csak és kizárólag offline rendezvény lesz, tehát nincsen rá online quali, mint ahogy a GIFLAN egyre volt 2019-ben, ugye ott úgy volt, hogy nem tudom, nevezett 30 csapat, lehet nem annyi, nem emlékszem, és abból a legjobb kettő, aki egyébként a Wild és a Salamander volt végül, lekvalizott a LAN-ra, eljöttek Miskolcra, és akkor lejátszották azt a két gyors mapot, ami alatt a Wild kikapott a Salamandertől. De egyébként annyira nem volt gyors, talán a második map az overtime-os volt, vagy szoros. Az első az stomp volt, arra emlékszem. Szóval nincsen online quali része, és a LAN-on pontosan 8 csapat fog szerepelni a tervek szerint, amiből kettő elvileg meghívott csapat. Nem tudom, hogy mennyire publikus, Wild és a VMP egyébként, és ezt a nem tudom mennyire publikus, hogyha valaki nem érteni, hogy miért teszem hozzá, nem én vagyok a szervező, én a rendező leszek, illetve aki adja a platformot. Tehát úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy van egy magyar NB1-es foci meccs, azt szervezi az MLS, illetve a hazai pályán lévő csapatnak a klubja, de ebben nem menjünk bele, tehát szervezi az MLS, és közvetíti az M4 Sport, akinek egyébként a helyi adást az Antenna Hungária gyártja, de ebbe sem menjünk bele, tehát maradjunk annyiban, hogyha egy foci meccsről van szó, akkor van az MLS a szervező, meg mondjuk van a közvetítő partner az M4 Sport, akkor én ebből a kettőből az M4 Sport vagyok, egy nagyon picit segítek a szervezős részben is, de távolról sem úgy, mint a GIFLAN 1-nél, ahol az utolsó dolog mindent én intéztem, én mentem a Oceanbe megvenni az energiaitalt a játékosoknak, én hívtam fotóst, meg én raktam össze a gépeket, tudod, többek közt, mert amúgy volt, aki segített nyilván, de tehát, hogy ott abszolút mindenben részt vettem. Itt tényleg az lesz, hogy a közvetítést, a helyszíni produkciót és az online streamet is én fogom rendezni, illetve ha valami nagyon erhat specifikus dolog van, akkor abban tudok segíteni, tudod, hogy hogy működik egy custom lobby, meg tudom is én, de lesz ott más R6-ban jártas ember is, szóval szerintem ezzel nem lesz gond. Úgyhogy akkor ott tartottunk, hogy 8 csapat, tehát nincsen quali, és a Wild és a VMP elvileg meghívott, tehát ha jól számolom, akkor 6 csapatnak van lehetőség a jelentkezésre. Az, hogy ki ez a 6 csapat, egyszerű, aki először jelentkezik és kifizeti a 10.000 forint nevezési díjat, az lesz ott. A 10.000 forint nevezési díjat azt nem úgy kell érteni, hogy akkor most izé meg vagytok lopva, mi ez, hogy csak pénzért lehet indulni. Gaming is fun kupákon korábban az volt a menet, hogy azért volt szükség a nevezési díjra, hogy a price poolt ki lehessen fizetni, illetve ugye a GIFLAN esetében konkrétan ugye még olyat is, hogy akkor aki eljött, akkor még nem én rendeztem, aki eljött másik caster, observer, stb. Nekik tudjak fizetést adni, meg benzinköltséget, meg ilyenek, ez volt az egyik, a másik pedig ugye ott még volt olyan jellegű bevétel is, hogy a nézők közül páran champion
Pass-szal jöttek, nem pedig Diamond-dal. Diamond Pass az ingyenes volt, annyi, hogy regisztrálni kellett. A Champion Pass az pedig olyan volt, hogy regisztrálni kellett és fizetni talán 2000 forintot. Meglepő módon egyébként ilyenből több volt, és kaptak ajándéktasakot is egyébként, tehát hogy nem annyi volt, hogy akkor ők most fizettek, hanem névre szóló kártya, meg ilyen kis miskolci ajándéktasakot kaptak benne, egy-két ilyen érdekesebb kontenttel, ilyenek voltak. Tehát ott is volt cserébe. Itt ez a 10.000 forintos nevezési díj, ez nem a prize poolba megy bele, illetve szerintem nem is a stábnak a fizetésébe, hanem ez egy garancia a szervezők felé, a Gamerland felé, hogy el is mennek. Mert ugye előfordulhat az, hogy hát első 8 csapat, aki benevezett, aztán elmegy 3, pláne, hogyha mondjuk vidékiek neveznek, és mégis úgy alakul, hogy hát na jó, ma még sincs kedvem felmenni esőben, hidegben Budapestre, és hagyjuk a picsába. De hogyha azért befizetsz 10.000 forintot, ez csapatonként, tehát nem fejenként, hogyha 5-en vagytok a csapatban, és nincs coach, meg semmi szub, meg ilyenek, akkor ugye 2000 forint fejenként, ami azért nem vészes szerintem, egy normálisabb meg is kajálás tulajdonképpen. Tehát ez egy, akkor már csak elmész, hogyha odaadtad a pénzedet, ez egy ilyen garancia-szerűség. Szerintem ez egy jó workaround, alapból nem olyan sok, ha ezt visszaosztjuk, illetve ezt le lehet enni, inni a bárban majd ezt a 10.000 forintot, vagy hát fejenként 2.000 forintot. Nem tudom az ottani árakat, még nem voltam a Gamerlandben, de hallottam róla szinte csak jót, sőt csak jót, illetve láttam képeket, videókat, úgyhogy abszolút egy olyan hely, amihez tudom a nevemet adni, és ahol szívesen dolgozok. Meg nem csak a nevemet, hanem a Gaming is Fun-nak az identitását. Úgyhogy ez nagyon tetszik nekem, nagyon kedves egyébként, és mindenben segít a kapcsolattartó úriember, meg Marky Jesus-szel is szoktam beszélni, nyilván ő is nagyon előzékeny, de vele egy kicsit másféle viszony van, hiszen már évek óta ismerjük egymást. Úgyhogy abszolút jók a benyomások, így mondom, hogyha szar hely lenne, vagy sőt, inkább úgy mondom, ha nem lenne jó hely, akkor se vinném oda. Tehát az biztos, hogy most no offense, de a Salamander Centertől fényévekkel jobb lesz mindenféle szempontból. A Salamander Centerben az volt a legjobb, hogy ingyen volt, meg az, hogy Miskolcon volt, ugye én mindenképpen akartam Miskolcra akkor egy LAN-t. Csak tényleg, hogy elmondhassuk, hogy a szülővárosomban, amit nagyon szeretek, volt magyar R6-lan. Viszonylag nagy, mert azért minden jegy elkelt, már nagyon sok héttel előtt, tehát a mondjuk 50-60 fős volt a hely, bár az is olyan, hogy hát mondjuk azt, hogy 40 ülőhely, és akkor aki később érkezett, az állt. Meg két legkomolyabb, messze legkomolyabb csapat, sőt a Salamander mondhatjuk, hogy minden idők legjobb magyar R6 csapata, tehát az szakmailag is egy nagy siker volt, hogy az első Salamander Wide meccs az ott volt, nem Emneben, nem mi volt akkoriban PC Guru meg ilyeneken, hanem Gaming is Fun-on volt az első meccs, azóta egyébként annak 15.000 megtekintése van YouTube-on, meg a streamet is nézték élőben, vagy 10.000-en összesen bekapcsoltak rá, nyilván a peak az ilyen 500 körül volt, de az egy óriási ilyen milestone szerintem, tehát megnézed YouTube-on a R6-os meccsek vodjait, külföldi meccseknek is nagyon kevésnek van ennyi nézettsége a Rainbow Six Esports csatornán, vagy nem Rainbow Six Esportson, Rainbow Six VODs csatornán, ugye már átköltözött. Na zárójel bezárva, szóval ez ezért volt nagyon jó, mert tényleg azt akartam, hogy Miskolc legyen, azt akartam, hogy top siege legyen, azt akartam top arcok, minden, de most már nem ez a cél, most már az a cél, hogy a lehető legjobb stream legyen, minél több csapat, minél több néző, minél színvonalasabb hely, és ugye ez a hely, ez Közép-Európában is szinte egyedülálló, sőt, hogyha nagyon a párját akarnánk keresni, mint Esport Arena, bár ugye a Gamerlandnek nem csak Esport Arena funkciója van, de hogyha az Esport Arena-t, akkor ugye van még az MTK-nak Esport Arena helyszíne, na most az sem egy rossz helyszín, viszont az
az, ahogy tudom, bár nagyon nem jártam utána, az olyan, hogy neked kell fizetned azért, hogy ott bármit csinálhass. Itt a Gamerlandben nem, tehát ugye itt ez azért szerencsés, mert azért én is akarnék LAN csinálni, de ők is szeretnék, hogy legyen ott egy olyan stáb, aki megbízható, legyen egy viszonylag nagy csatornán stream, tehát ez így mindenkinek megéri, mindenki jól jár, úgyhogy ez így nagyon szerencsés, hogy összejött. És akkor a csapatokat megbeszéltük, hogy 8 csapat, 2 meghívott, azt hiszem azért nekik is fizetniük kell a 10 000 nevezését, és akkor tehát érkezési sorrend úgymond a 6 csapat. Egyébként felmentek Twitteremre, Facebookomra, Instagramomra, vagy Gaming is Fun Discordra, akkor a legutolsó poszt, sőt ugye Instagramon és Facebookon ki is van tűzve, a profilra ott az, hogy Facebook esemény, illetve a nevezési link. Az esemény egyébként szeptember 24-én lesz, 12 órakor kezdődik az első meccs, ugye 8 csapat, az 2 csoportra lesz osztva, A és B csoport, párhuzamosan 2 mérkőzés fog menni, A és B stream nem lesz, hanem lesz egy on-stage meccs, ami streamelésre is kerül, így magyartalanul fogalmazva, és lesz egy off stage match, amit játszanak, és lehet még azt is megoldjuk, hogy valahogy fel legyen véve, vagy ilyesmi, de az nincsen leadva. Tehát így párhuzamosan megy 2 match, és ugye csoportok lesznek A-B csoport, először lemegy az egész A csoport, utána lemegy az egész B csoport, egy csapat 3 darab BO1-et játszik, úgyhogy tulajdonképpen ha jól számolom, akkor 3 darab BO1-nyi idő egy csoport, mert ugye A játszik D-vel, B játszik C-vel, ez így 1 óra. Utána A játszik C-vel, B játszik D-vel, ez még 1 óra. Utána A játszik B-vel, C játszik D-vel, ez a 3. óra. És amikor ide elérünk ennek a végére, akkor vége az A csoportnak. Aki tovább jutott, tovább jutott, aki nem jutott tovább, nem jutott tovább. Én azt hiszem, hogy a két csoport, és akkor ezután a B csoport is ugyanígy, és akkor én azt hiszem, hogy, és akkor mindig, amikor itt párhuzamosan megy két meccs, mi kiválasztunk egyet, amit adunk, vagy amit stage-re szeretnénk megmutatni. Nyilván lehet olyan, hogy be kell várni a másik meccset, vagy ilyesmi, de összességében szerintem ez így jól ki van találva, hogy párhuzamosan 2 meccs tud menni. Ilyen Magyarországon nem nagyon volt még egyébként, hogy van egy LAN rendezvény, és van off-stream, meg stream meccs is, ez nagyon tetszik nekem. És akkor lesz egy rájátszás, ahol azt hiszem BO3 minden meccs, és ha minden igaz, akkor annyiból áll, hogy igen, az A csoport első helyezettje játszik döntő az a B csoport első helyezettjével, és az A csoport második helyezett játszik bronzmeccset a B csoport második helyezettjével, tehát nem úgy van, hogy elődöntő, elődöntő, bronzmeccs, döntő, hanem bronzmeccs és döntő. Tehát a csoportkörben, ami még BO1, ugye a másik kettő meccs BO3, csoportkörön is nagyon nagy hangsúly van. Ha döntőben szeretnél lenni, akkor ugye az az életbiztosítás, ha mind a 3 BO1-et megnyered, ugye nyilván ebből adódik, hogy hosszabbításos a történet, mert nyilván döntetlennek kell, nagyon nehéz lenne úgy igazán eldönteni, hogy akkor ki hogy van. Körbeverés az előfordulhat ugyan, de erre is nyilván a részletes szabályzat kiterjed, hogy ez akkor mégis hogy van. Úgyhogy szerintem ez teljesen jó. Nagyon régóta szeretnék LAN-t rendezni, tehát úgy, hogy a produkciós részt én csinálom. Aki követ, az tudja, hogy az elmúlt 1-2 évben én a kommentálásból és a streamelésből is egyértelműen visszahúzottam a képernyők mögé. Én szeretek szerepelni, és azt nagyon szeretem, amikor interaktálok mondjuk a chattel, viszont megmondom őszintén, hogy játszani már nem szeretek annyira, tehát vagy a játékot nézni. Az az igazság, hogy mondjuk ha Rainbow-t streamelnék, vagy Rainbow-t kommentálnék, nem élvezném, szerintem. Ez nem biztos, hogy csak a Rainbow miatt, tehát mondjuk nem tudom, viszonylag szeretem a Rocket League-et, sőt eléggé szeretem a Rocket League-et, szeretem a Clash Royale-t, meg szoktam Fall Guys-ozni is mostanában,
de én nem vagyok benne biztos, hogy a Rainbow hibája, tehát lehet, hogyha Fall Guys-ozni kezdenék streamben, vagy mondjuk lesrojálozni, lehet, hogy azt se élvezném annyira. Tehát így beszélni szeretek, hogyha csak arra koncentrálok, hogy vagyok én, meg vagytok ti, és akkor van valami interakció, nyilván mindjárt rátérünk a Q&A részre, ami igazán az interaktív rész. Viszont azt, hogy játék közben, nem tudom, valahogy az úgy egy kicsit kikopott belőlem, és sokkal jobban szeretem azt, amikor én irányítok egy adást, érzem, hogy van egy jófajta nyomás rajtam, érzem, hogy számítanak rám a cégnél, a kollégák, a szponzorok, úgyhogy szeretek megoldani olyan dolgokat, amik felmerülnek, szeretek felkészülni, beprogramozni a vezérlőt, kiosztani a színeket, minden ilyet, ami ezzel jár, tehát én ezt sokkal jobban élvezem, úgyhogy meg függetlenít is, tehát ha kommentátor az ember, akkor csak egy játékot tud valószínűleg kommentálni úgy igazán, vannak kivételek, de ez a standard általában, viszont hogyha tudsz rendezni Rainbow-t, akkor tudsz rendezni minden más esportot is, illetve egy kis gyakorlással tudsz rendezni nem esportot is, tehát tudsz rendezni mondjuk focit, vagy nem tudom, úszást. Jó, mondjuk az úszás az kicsit más, de értitek, tehát bármilyen élő eseményt tulajdonképpen, mert ugyanaz a séma, nyilván mindenben megvan, amit kicsit máshogy kell csinálni, de ott ugye a V4-en társrendezője voltam, a Chain-nek rendezője a FIFA-nak, aztán szerintetek én mennyit tudok a FIFA esportról? Semmit. Úgyhogy zárójel bezárva, szakmailag én nagyon szeretnék megcsinálni igazán faszalant, és mondtam direkt a gamerlendeseknek, hogy nem annyit akarok, hogy akkor most kitesszük a Twitch streamet a LED-falra, hanem sokkal, tehát külön lesz az arénának is egy saját adása, úgymond, külön mixnek nevezik egyébként, illetve külön lesz a stream is, és akkor lehet olyan lesz, hogy szünetben ott valaki hype menkedik, vagy ilyesmi streamen megmegy a, nem tudom, reklám, vagy ilyesmi, mint például a Majorön, bár aki, nem tudom, tehát hogy ezt mennyire vágjátok, de ugye Majorön egy csomó dolog történt a szünetben, amíg a adásban, a streamen annyi volt, hogy hamarosan folytatjuk, meg mentek a csíkok alul. Tehát ilyesmire is gondolok. Nagyon durva technikai újításokkal egyébként én nem akarok számolni, tehát viszonylag basic dolgok, tudod, aréna total cam, egyik csapat, másik csapat, tudod, reakció, replay, ökölpacsik, valami ilyesmi, meg nyilván kommentátorok kameraképe, de tehát például olyan nem lesz, ami mondjuk M-ben volt, hogy minden playerről saját kamera, és akkor őt látod, amikor őt povoljuk az observerrel. Ezt is meg lehetne csinálni, és meg is tudnám csinálni, mert az M-re is én adtam el tavaly, és tavaly előtt is a programot, amivel ezt meg lehet csinálni, sőt én írtam nulláról, nem csak eladtam. De ez egy hosszabb délután, tehát erre felesleges. Ezt helyén kell kezelni, ide nem M-nebet megyünk csinálni, nem Majort megyünk csinálni, ide Rainbow Six, Giflant vagy Samsung Gamer Nights-ot megyünk csinálni, tehát olyan dolgokat kell átadni, amiről szól. Tehát nem azt kell megmutatni, hogy most tehát nem kell versenyezni egy délutánban mondjuk egy egész szezon M-nebbel, vagy egy Majorrel, de mondjuk az előző Giflannal, vagy PC Guru kupákkal, mondokonokkal abszolút. Tehát azt már most megmondom, hogy azoktól ez jobb lesz, nem kicsit. Ja, úgyhogy akkor megbeszéltük csapatokat, lebonyolítást, streamet többnyire, bár nekem nagyon sok minden részlet van a fejemben a streamről, amit nyilván most nem foglak titeket untatni, hogy melyik hálózaton lesz melyik gép, egyik jel hogy megy át a másik gépre, LED fal hangszóróra hogy jut ki késés nélkül minden, és még streambe is, meg stb. Ezekkel nem untatlak titeket, de ez folyamatosan ilyeneken pörög az agyam egyébként. Úgyhogy akkor most beszéljünk arról, hogy mi lesz a stáb, hát mint már mondtam, ugye én leszek a rendező, vagy képvágó, vagy technical director, ahogy tetszik, mondjuk show director is leszek egyben, általában nagy szabású adásoknál külön van véve a kettőről, az SD, a show director, az
tartalmilag ügyel a adásra, a TD Technical Director pedig az élőképet vágja az alapján, hogy mit mond neki az SD. De kisebb adásokon ez egybeolvad, és akkor ahogyan te magadba gondolod, hogy most hogy jó, az alapján te nyomod a gombokat. Nincsen szétszedve két külön rollra, illetve külön replayer se lesz, tehát én fogom a replayeket csinálni, ahogyan MD-ben is én csináltam. Nagyon ritka az a magyar esportban, hogy külön ember van arra, hogy a replayeket csinálja. A PUBG MD-ben döntőn volt olyan, ott én csináltam a replayt, de nem én voltam a rendező. De például egy Forma 1-en, ami ugye összesen hasonlítható az e-sport közvetítéssel szakmai szempontból, ott csak a replayre van egy külön csapat, ami legalább háromszor akkora, mint bármelyik magyar e-sport rendezvényen az egész stáb. Tehát ott külön van olyan replay, aki ilyen cinematic shotokat figyel, és replayer, meg külön van olyan replayer ember, aki tulajdonképpen a pálya átlátását próbálja replayelni, meg az igazi action-t átadni, és nem azt, hogy úristen, most egy madárka elrepült valakinek a sisakjáról a paddokban, meg ilyenek, hanem értitek. Úgyhogy ja, négy személyes lesz a stáb, én rendezek, Eden B és Graf kommentál, és ugyan még nem megerősített 100%-ig, de úgy néz ki, hogy Barabás Márton, nagyon régi Gaming is Fun feliratkozó, és nekem barátom, lesz az Observer, Petak is szóba jött, viszont ő végül azt mondta, hogy inkább nézőként szeretné élvezni ezt a eseményt, amit teljesen rendben van. Berlin Majoren nekem is kicsit ilyesmi volt a kérdés előttem, hogy menjek úgy, mint sajtós press passzal, vagy menjek, mint néző. Nézőként nyilván teljesen kötetlen, viszont nem vagy olyan menő, mint aki nyakba akasztós presses cuccal ment. Elnézést, mint Edenbi és Petak. De valamit valamiért, úgyhogy nem bántam meg, és meg tudom érteni, hogyha valaki szintén nem szeretne mondjuk 10 órát observerkedni, hanem fogja, és akkor leül a nézőtérre. Úgyhogy igen, egyébként Virág Árpádként is ismerhetitek Mártont. A Győri Land observálta ő 2019 áprilisában, a Gaming is Fun Women's Cup-ot. Talán, ha jól emlékszem, akkor a Giflandra az online kvalikat is, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, viszont a Giflant is ő observálta, az segítség nélkül, a Győri Landon ott segített lesz ki másodlagos observerként. Úgyhogy ez a stáb, igazából akkor ezt is megbeszéltük, és nagyjából déltől olyan 10-ig fog tartani szerintem, és az még egy viszonylag jó idő akkor, mert déltől 3-ig megy az A csoport, 3-tól 6-ig a B csoport, és 6-tól ugye elvileg 2 BO3, ami szélsőséges esetben, ha szélsőségesen rövidek a pályák, lehet mondjuk 3 óra is, 2 darab BO3, hogyha szélsőségesen hosszúak, akkor pedig 6-7 óra is, tehát ez is lehet, hogy éjfélig is tart, tehát ez attól függ, hogy hogyan haladunk. Remélem, hogy nem lesz olyan dolog, ami akadályozna minket. Alapvetően megpróbálom már itthon mindent úgy összerakni, hogy tényleg ott helyszínen csak össze kelljen dugni a gépeket, és tehát, hogy az adás miatt ne legyen szünet, meg ne legyen technikai leállás, de hát nyilván bármikor közbe jöhet bármi, szóval az első giflen előtt is egy hétig minden nap mentem a Salamander Centerbe, hogy összerakjuk a dolgokat, aztán utolsó nap meg nem tudom, nem működött egy csomó dolog, úgyhogy ez van, ez ilyen benne van. Kicsit gond, hogy előző nap még rendezvény lesz a Gamerlandben, tehát nem lehet előző nap összerakni mindent és főpróbálni, hanem aznap reggel, aztán imádkozni, hogy nem az adás közben derül ki, hogy valami rossz. Ilyet, ez a része, ami a legmeredekebb az egész lamban számomra, tehát én úgy szeretek dolgozni, hogy nagyon felkészült vagyok, tehát amikor egy sima EPL-t adunk, hát simát, hát azért az egy elég kemény adás mondjuk, mert ez nagyon rangos és nagyon sok dolgot kell mutatni, nagyon pontosnak kell lenni. Aki nézi esetleg a CEPL-t, lehet, hogy néha észreveszi, hogy az első két kör az nem teljesen élőben megy nálunk, hanem átugráljuk a freestyle-ot, és egy félig replayből megy.
mert egyszerűen néha, hogyha három mondattal többet mondanak a kommentátorok, az is lehet, hogy egy perc csúszást belerak az egész adásba, és az csében egy egész kör. Tehát ilyenek miatt én nagyon szeretek felkészült lenni, hogy ne legyenek meglepetések, de still előfordulhat. Úgyhogy erre azért valamilyen szinten számítok, de nem vagyok az a beszarós típus, meg a stáb többi tagja se, szóval nem, most nem azért mondom, hogy túl fogjuk izgulni, tehát egyáltalán nincs erről szó. Ennél nagyobb eseményeket sem izgultunk túl, legalábbis én biztos nem, szerintem más se. Úgyhogy jól fogjuk magunkat érezni, abszolút. Szerintem most menjünk rá a kérdésekre a LAN-nal kapcsolatban, utána majorozunk. Na, az a kérdés, hogy Istitől, hogy szia Berci, lesz Xbox kupa valamikor? Nem, konzolos kupa egészen biztos, hogy nem lesz többet. Jó, nem azt mondom, hogy 100%, de ilyen 99,9, tehát hogy nem tudom, minek kéne ahhoz történni, hogy konzolos kupa legyen. Jó, hogyha ideállít a Microsoft és azt mondja, hogyha csinálsz egy hét múlva egy Xboxos R6 kupát, akkor adunk neked 500 000 forintot, akkor nyilván megcsinálom, de tehát ilyen úgyse fordul elő. Saját indítatásból biztos, hogy nem lesz, erről már sokat beszéltem, az Xboxos community leginkább, de azért a PSS is tett azért, hogy ne legyen, tehát volt 2 PSS és 2 Xboxos Gaming is Fan kupa, sok nézővel egyébként, és pláne a második 2 az elég magas produkciós színvonallal, és cserébe, akik jelentkeztek, ráadásul pénzért jelentkeztek, hát nem a játékosok fele, hanem szerintem több minősíthetetlen magatartást mutatott a kupa során, és nem csak azok, akik így tudott bejöttek és akkor trollkodtak, hanem a döntősök is. Ahogy beszéltek az adminokkal, amiket írtak nekem, ilyenek. Úgyhogy rossz tapasztalatom van a konzolos R6-osokról, megmondom őszintén. A PC-s R6-osok sem annyira világi jó gyerekek egyébként, ezt nyilván mindenki tudja, viszont a PC-s R6 az széles körben jobban elterjedt, meg kompetitívebb, illetve sokkal könnyebb produkciós szempontból megoldani. Tehát nem lesz konzolos, nem csak Xboxos, PSS se, ez szinte biztos. Jó, hát LAN-nal kapcsolatban lehet, hogy más kérdés nincs is. Egyébként annyit beszéltem, hogy jó, hogy nincs kérdés, hát nem tudom még, van-e valami, amit nem mondtam, de szerintem, ja igen, az, hogy mindenkit szeretettel várunk. A nézőknek ingyenes a belépés, hogyha jól tudom. Ott helyszínen van egyébként büfé, bár szerűcske, tehát lehet kajálni, piálni, piapiálni is, tehát nem csak az, hogy mentes kóla, hanem aki úgy mondja, hogy na most akkor lemegyünk, megiszunk egy sört, vagy egy viszkit, vagy valami, azt is lehet, tudtommal, tehát hogy nem csak izé. Úgyhogy szerintem nagyon jó élmény lesz, hogyha valaki eljön nézőként, illetve lesz pár VIP vendég is, ezek többnyire vagy kollégák, vagy barátok, barátnők, stb. Ez többnyire titeket nem érint, csak mondom, hogy hogyha esetleg van olyan itt, aki úgy érzi, hogy eddig nem beszéltem vele privátban erről, mert mondjuk barátom, ilyen ismerősöm, stb., és nagyon szeretne VIP-ként jönni, akkor beszélhetünk róla, de én szerintem már akit akartam, azt megkérdeztem. Úgyhogy, ja, we'll see. Jó, beszéljünk akkor itt arról, hogy lesz-e R6 a csatornán. Lesz még R6 a csatornán, persze, tehát ezt egyáltalán nem zárom ki, hogy lesz még R6 a csatornán, viszont, mint mondtam, így, ha megjön hozzá kedvem, akkor itt tudod, benyomom a streamet, vagy valami, de ez, hogy izé minden héten 3 videó, meg 4 stream, meg ilyenek, az nem valószínű. Legalábbis addig, amíg a jelenlegi mindennapjaim így fennállnak, hogy munka, egyetem, addig ez nem valószínű, mert tehát a munka nekem prió, megmondom őszintén, kicsit jobban is szeretem. Gaming is van streamelni, nagyon szeretek, de R6-ot streamelni azt nem szeretek annyira.
távolról se szeretek annyira, mint mondjuk egy Csé adást rendezni, vagy igazából bármilyen adást, bár most leginkább Csé adásokat rendezek. Holnap után is egyébként EPL, az Esport 1 TV csatornán, úgyhogy nézzetek rá, hogyha érdekel, hanem akkor is. Úgyhogy lesz még R6 persze, de tehát nem a régi mennyiség meg forma, ezt talán kijelenthetem. Illetve azt is kérdeztétek, valami... Ja nem, ezt kérdeztétek, csak többen is. Jó. Jó estét, remélem ott lesz a TAF, Bence, igen, remélem. Lehet egyébként, tehát hogyha most ezt tafosok nézik, akkor írjanak rám, és jöhetnek, és minden, tehát abszolút korábbi giflanad, mint Paragákos, vagy Sós, Matesz, nagyon örülnék, hogyha jönnétek, nyilván nektek ugyanúgy a VIP belépő meg lenne.